A mohácsi cigányok betelepülése a 19. század elején kezdődött meg, de számuk még a század közepén is alacsony volt. A város déli részén kezdetben kunyhókban, később pedig vályog vagy vertfalú nád, illetve szalmazsúpos házakban laktak. E házak padlástéri oromzata függőleges irányú bedeszkázással készült, és csaknem kizárólag rájuk volt jellemző. Mivel kezdetben nem rendelkeztek városi polgárjoggal, adófizetés helyett levélhordást, kőtörést, útépítést és egyéb munkákat követeltek meg tőlük. A Duna partján laktak a kortorár cigányok, akik általában teknővájással, illetve egyéb fa és vasipari munkákkal foglalkoztak. A faragó cigányok elsősorban földhordó, kenyérdagasztó, sózó, forrázó, mosó, fürösztő és más teknőféleségeket, illetve a teknőhöz hasonló tárolóeszközöket, például a melencét készítették. Teknőkészítéshez puha fát használtak, de a teknőkön és tárolóedényeken kívül más termékeket, használati és dísztárgyakat is faragtak, amelyek elsősorban a vízhez, illetve a Dunához kötődtek. Ilyen volt a halászbárkák és vízimalmok ortőkéje is, de ezt már tölgyfából készítették. Az archív felvételeken az utolsó mohácsi teknővájó, Bogdán István, egy halászbárka ortőkéjét faragta ki. Ez volt az utolsó ilyen jellegű nagy munkája. Külön utcában laktak a muzsikus, gletecsore cigányok. A muzsikus cigányok közül kiemelkedik, s talán mindmáig a legismertebb és leghíresebb a Kovács dinasztia. Alapítója a pravoszláv vallását mindvégig megtartó Mihálovics Bogdán Péter, Mohácson született, 1902-ben Szerbiából áttelepült cigány család sokadik gyermekeként. Később a család két ágra vált, Mihálovics Bogdán Péter és Kovács Róza gyermekeire, valamint idősebb Kovács Antal, Kovács Róza fiatalabb öccse gyermekeire. Mivel azonban az előbbi család is az anyai Kovács vezetéknevet vette fel, és a zenész hagyományt mindkét család jelentős számú leszármazottja folytatta, a megkülönböztetés végett Kovács Róza gyermekei apjuk után a Peti előnevet vették fel. Tehát a ma is sok zenészt adó Peti Kovácsok Mihálovics Bogdán Péter egyenesági leszármazottai. Bár nem mohácsi származású, de ugyancsak a Peti zenekarban kezdte meg tanonckodását, ifja Peti Kovács Istvánnal és a Kovács dinasztiából származó Tiszai Györggyel együtt Versendi Kovács József is. Ma ő vezeti az egyre nagyobb hírnévnek örvendő mohácsi tamburaiskolát,
és méltán kapta meg 2010-ben a Népművészet Mestere címet. Láthattuk ugye itt a produkciókban az egyéni szólókat. Egyszerűen hihetetlen a laikus ember számára, hogy hogyan lehet ennyire gyorsan játszani. Ezt gondolom hosszú évek alatt lehetett így kigyakorolni. Hát ez hosszú évek munkája. Sokat gyakoroltunk, sokat tanultunk. Meg hát a rutin, meg a rutin, ugye ez már. A fiatalok is átveszik ezt, átveszik az idősebbektől. Nagyon ügyes mindenkit, elvileg mind ügyes zenészek vannak. Ezt lehet egyébként tanulni mondjuk zeneiskolai kereteken belül, vagy így lehet esetleg megtanulni az öregektől, akik tudják ezt a stílust? Hát én tanítok most, a kollégám meghalt, Tiszai Gyuri volt a kollégám, mi tanítunk az önkormányzat támogatásával, van egy tambura rajkó iskola, ott én tanítok, van 16-17 tanulón van, úgyhogy jó utánpótlás az lesz továbbra is. Itt az Egyesületben van esetleg tanítvány? Itt? Hát itt volt egy, itt van egy, aki ott tanult nálunk, a Bőgős srác, két fiam is, hát elvileg a harmonikás is tanult tőlünk egy keveset abban az időben. Hát majdnem, hát 5-6 ember van itt, aki azért járt oda tanulni abban az időben. Említettek ugye két közeljövőben lévő fellépést, de azonban a távolabbi célok mik lennének? Hát a távolabbi cél, hogy ezt a zenét, ezt a szép zenét tovább vigyük, meg a régi zenészeknek a zenéjét továbbadjuk a fiataloknak, és a jövőben is, hogy legyen ebből a zenéből a távolabbi kilátások, hogy fellépésekre, hogy bemutatkozhassunk több városba, hogy élvezzék ezt a szép muzsikát. Hát vendéglátóhelyen már ritkán van rá lehetőség. Egy-két embert alkalmaznak, ekkora zenekart már nem lehet, hogy 5-6 tag, mint az elődök muzsikáltak 5-6 taggal. Most egy-két ember, 3 tag, és ez a maximum. És ha ezzel így tudunk haladni, akkor szerintem az országban is lehet hír ennek a zenének, és ennek a műfajnak, hogy fennmaradjon. Kedvet kaphatnak fiatalok még talán többen, hogy ez a zene tovább éljen. Tehát akkor hagyományőrzésről van szó tulajdonképpen. Természetesen a hagyomány megmaradjon, a hagyományőrzés, mert a Mohács erről híres, erről a tambura zenéről. Az országban, a külföldön is elismerték Mohácsot ebbe a műfajba mindenütt. Ja, láthattuk, hogy öröm muzsikálásról van szó. A zenei palettán milyen művek szerepelnek? Hát népzene, csárdások, ezen belül ugye friss csárdások, mint ahogy hallottuk, művészeti darabok, könnyű zenét is szeretnénk, amit azt is játszunk, könnyű zenei darabokat, és a világslágereket.